Olvassatok cserkeszteleket! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy nyári könyvajánló. Gondoltam, összeszedek néhány olyan könyvet, mert egyébként szerintem ez ilyenkor egy gyakran felmerülő kérdés amúgy is, hogy nyár van, és akkor nyári könyvek, nyári hangulatú könyvek, úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen összefogott kisebb ajánlót olyan kötetekkel, amik szerintem nyári hangulatot idéznek elő, ezért jó választás lehet a kánikulában, ami jelenleg tombol. Kezdem azzal, amit nem tudok mutatni, mert én annó elkönyvként olvastam, ez pedig nem más, mint Krisztina Laurentől a Nem mézes hetek. Erről mostanában nagyon sokat beszéltem, kicsit lehet, hogy hype-olt is a könyv, nem tudom, így amúgy annyira nem találkozok vele. Ennek a könyvnek az a története, hogy egy esküvőn mindenki ételmérgezést kap, és a vőlegénynek és a menyasszonynak is van egy testvére, és a menyasszony testvére, aki a főszereplője ennek a kötetnek, és hát mindenki ételmérgezést kap az esküvőn, kivéve a vőlegény és a menyasszony testvéreit. És mit az Isten? A két szereplő természetesen utálja egymást, viszont az a helyzet, hogy a nászút az egy nyeremény nászút, és nem visszatéríthető vagy lemondható, mert akkor elveszik, úgyhogy muszáj elmenni arra a nászútra, és hát csak az a két ember tud elmenni, akik ugye nem kaptak ételmérgezést. Úgyhogy egyrészt ki kell adniuk magukat férnek és feleségnek, másrészt enemies to lovers, harmadrészt Hawaii-ra mennek erre a nászútra. Maga a könyv egyébként télen játszódik, talán ilyen január környékén, viszont Hawaii-on a java része, tehát az elég nyári hangulat. Amíg 10 napig ez a két szereplő össze van zárva Hawaii-on, rájönnek, hogy talán annyira mégsem utálják egymást, plusz ez az a kötet, aminek a... Igazából ez nem kifejezetten erotikus könyv, mert gyakorlatilag egy darab hálószoba jelenet van benne, így explicitebben, de az a hálószoba jelenet az most már arról híres, hogy az én kifejezett rostámon átment, mert én nagyon nem szeretem, hogyha ilyen részletes hálószoba jelenetek vannak a könyvekben, főleg a romantikus könyvekben, mert azokra részekre igazából nem vagyok kíváncsi, mert oké, jó nektek a hálószobában, örülünk neki, de nekem ne kelljen tudnom a részleteket. És ez a könyv pontosan annyit ad, ami így pont elég. Ami egy tökéletes mennyiség, hogy tudjam, hogy megtörtént, jó volt, de nem volt túl részletezve. Ráadásul ez a könyv engem egy nagyon jó időben találtam meg, tehát nagyon gyorsan végigolvastam, és nagyon befogadó voltam a humorára. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó élmény volt, úgyhogy csak ajánlani tudom. Következő, a Crazy Rich Asians. Ez a könyv egyrészt nyáron játszódik, másrészt a trópusokon, Szingapurban, harmadrészt egy esküvő van benne, mindemellett pedig egy igen nagy családi és összetett családi dráma van benne, ez is romantikus, kulturális betekintést is nyújt így a szingapúri gazdag ázsiaiak életébe, ebből van egy nagyon jó filmadaptáció is. Hát gyakorlatilag maga a sztoria az, hogy Rachel összejött Nickkel, csak hogy róla később kiderül, hogy ő egy nagyon gazdag szingapúri család sarja, és elmennek egy esküvőre, ezen a családon belül van egy esküvő Szingapurban, és hát itt Rachel szembesül a különféle helyzetekkel ezen a családon belül, mint hogy ő ugye egy kívülálló, nem gazdag családból származó, random amerikai, ázsiai személy. Finoman szólva nem nagyon akarják befogadni őt a családba. Nagyon érdekes képet ad, ráadásul tényleg sokféle dologról van benne szó. Több szemszögből is követjük a történetet, így mindegyik család részből kapunk információt, úgyhogy nagyon érdekes, és hát a nyári hangulatot azért hozza a helyszínnel együtt már. Oké, a következő az egy... Nem tudom, van-e még élő ember, aki ezt nem olvasta? Ez a ház az égszínkék tengernél, T.J. Klune-tól. Szerintem erre a borítóra ránéz valaki már a nyári hangulatot, azért így érzékelheti belőle. Ebben a főszereplőnket Linust elküldik, hogy ezen a szigeten lévő árvaházba felügyelje hogy a munkálatokat, hogy mi történik ott az árvákkal. Egy szigeten játszódik, az égszínkék tenger közepén, ráadásul van
benne egy tengerparti város is, ahol oda sokat át is, többet át is járnak, úgyhogy abszolút a nyári hangulatot teljes mértékben hozza ezen a szigeten. Kirándulnak is, ilyen, nem tudom, dzsungel felfedezős felszerelésben, és nagyon-nagyon kedves ez a történet, úgyhogy mindenképp ajánlom őt is. Következő, Kirké! Kirké mondai történetének újramondása Madeline Millertől, és már csak azért is nagyon nyári hangulatot ad, mert hogy Kirkét egy szigetre száműzik a Görög-tengeren. Ez elég nyárias. Mindeközben pedig egy nagyon érdekes betekintést nyújt egy olyan mondai személyről, akiről szerintem alapvetően sokat nem tud az ember, úgyhogy ez egy nagyon érdekes könyv volt számomra, mert hogy én nagyon szeretem a görög mitológiát. És Madeline Miller úgy mondja újra a görög mitológiát, hogy eléggé hű az alapokhoz, ad hozzá, de azért viszonylag sok minden mondai alapot ténylegesen megtud belőle az ember. Tehát ő ezt tanulta egyetemen, úgyhogy eléggé ért is hozzá. Nem tudom eldönteni, hogy ez vagy az Achilleus dalát szeretem-e egyébként jobban, de nagyon jó a Kirké, és tényleg nagyon nyárias a hangulata, így a szigettel egybekötve, ahová Kirkét száműzik. Következő, ez egy nagyon régi olvasásom, John Green-től a Catherine a köbön, viszont ezt azért tudom mindig nyári könyvnek mondani, mert a középiskola végén játszódik, középiskolát követ, az utolsó évet követő nyáron, és gyakorlatilag a főszereplők elmennek egy ilyen road tripre, és ráadásul hozzá egy ilyen John Green féle, a legkönnyedebb John Green könyv, ami létezik szerintem az összes többi között, ennek van talán tényleg a legkönnyedebb története. Ez nekem a kedvenc John Green könyvem. A road trip részét nagyon szeretem, és gyakorlatilag arról szól, hogy a főszereplő az eddig csak Catherine-ekbe volt szerelmes ezzel az írásmóddal, és igazából próbál egy ilyen kapcsolati diagramot létrehozni, hogy valamivel ki lehet-e számolni egy kapcsolat, matematikailag ki lehet-e számolni, hogy egy kapcsolatnak mikor lesz vége. A matekos részét nem értettem, de nem is az volt a lényeg, mert alapvetően egy nagyon jó szórakoztató olvasmány volt, és a road trip során találkoznak emberekkel. A road trip része miatt abszolút nagyon hozza ezt a nyárias hangulatot az egész kötet. Ráadásul romantikus is, ez is szerintem ilyenkor nyáron kifejezetten jók az ilyen könnyedebb romantikus történetek. És az utolsó ebben a listában a Cserkeszterek képregények. Ez szerintem így ultimate nyári hangulat, mint hogy cserkésztábor, nyári cserkésztábor. Kicsit elvetemült ötletek vannak benne, de nagyon jó barátságokat ábrázol, ráadásul nagyon jó női kapcsolatokat ábrázol. Képregény is, szóval gyorsan, könnyen olvasható, vicces, nagyon fáradt szóviccek vannak benne, szóval abszolút tökéletes szórakozási forma, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Úgyhogy olvassatok Cserkesztereket, most jött ki magyarul a második része. Irány. Nagyon-nagyon szeretem a Cserkesztereket. Én ezeket a könyveket tudom meleg szívvel ajánlani, hogyha egy jó nyári hangulatú olvasmányt kerestek. Van bennük nyár, van bennük vízpart, van bennük más is bőven, úgyhogy szerintem próbáltam azért minél többfélét összeválogatni azokból, amiket tudtam, úgyhogy itt talán mindenki tud kedvére valót találni ebből a listából, ha tudtam olyat mondani, amit még nem olvastatok, vagy nem ismertetek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!